hallgatója. Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntöm a meghívott vendégeinket, akik bemutatják a mai könyvet, aminek az a címe, hogy Sort kizártak, írta Anka Kristóf. Nagy öröm nekem megjelentetni egy ilyen könyvet. Mellette Faix Paukner Csilla ül, aki pszichológus, és még irodalmár is, ha jól tudom. Majdnem. Amennyire én író. És elkezdjük ezt a mai könyvemutatót, amit nagyobb részt ők fognak végigvinni, és én néha belekérdezek. Az első kérdésem az, hogy hogy vagytok? Én nagyon örülök, nem is tudom, december óta, december eleje óta, annak, hogy az a tárgy, az ott, itt is van, illetve hogy megjelen. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk mindannyian, akik itt vagytok, annak is, aki még vagy már nincs itt. Most az jut eszembe, hogy egy ember hiányzik nekem, a mami. Hát ő meg vagy nézi, vagy nem ezt is. Hogy vagyok? Hát az elmúlt napokban megnyugodtam. Tegnap este felhívott a Luca húgom, meg a Livivel beszéltem ma hajnalban, és rám jött az izgalom, de most már jó. Átadom Csilla neked, hogy vedd fel a mikrofon. Hát én ilyen megilletődöttem vagyok. Azt hiszem ez akkor kezdődött, amikor átjöttél és megkértél, hogy legyek itt veled. És hát ez nem múlt el azóta, ez a megilletődöttség. Fontos nekem, hogy itt vagyok veled, meg fontos nekem ez az egész könyv, és nagyon, először nagyon megrendítő volt olvasni, aztán most, mikor újra olvastam, most még nagyon élveztem. Azért ezt tisztázzuk, hogy te ugyan pszichológus vagy, de te nem vagy Kristóf pszichológus. Mi a kapcsolat köztetek? Szóval, hogy nekem vannak mindenféle ilyen egyéb szakmai identitásaim, de ez most nem fontos. Ez most nem ide tartozik, mert valójában én elsősorban mind barát vagyok ebben jelen, és mint valaki, aki azokat az éveket, amikről szól ez a könyv, azokat végigérte szintén valahogyan. Igen, korábban kezdődött a mi kapcsolatunk, mint ez a történet, ami a film bele van írva. Mondhatnám, hogy sokkal korábban. Ez nem feltétlenül csak időben, mert több idő telt el az én betegségem zajlása alatt, hogy együtt vagyunk. Hát igen, kísértél te is. Hát sokan kísértek, meg segítettek, akik itt vagytok, és segítettek most is, nyilván nem a betegség ebben, mert ez most egy dolog, tehát így ez van. Ugyanúgy szerintem jót teszünk egymásnak. A Csillával is jót teszünk egymásnak, vagy igyekszünk jót tenni egymásnak. Szóval barátok vagytok, és akkor hát beszéljünk arról, hogy mi is ez a könyv. Ez egy regény, ez egy önéletrajzi regény, ez egy fikció, ez egy tényközlés, ez egy gyógyulás történet, ez... Hát igen, ez egy összetett kérdés, szerintem valóságon alapuló fikció leginkább. Az, hogy mi ez a könyv, tapasztalataim szerint, tehát az eddigi olyan olvasói visszajelzések szerint, akik már olvasták,
Én azt gondolom, legjobban, hogy azon múlik, hogy az olvasóval hogyan kommunikál. Tehát, hogy nagyon sokan azt mondjátok, mondtátok, hogy a saját életetekhez valami, nem tudom mi, tehát, hogy valami segítség. Az, hogy én mit állítok, az egy másik, ebben a könyvben az szerintem másik kérdés, az, hogy mi történik az olvasás alatt, az nekem nagyon szép. Tehát, hogy... Minek szántad ezt a könyvet? Minek szántam? Miért írtad meg? Miért írtam meg? Hát igen, ez 2014 óta a munkahelyemen, a Komában találkoztam egy csomó emberrel, aki volt olyan bátor, hogy meg őszinte, hogy kirakjon történeteket maga kapcsán. Ezek közösségi színházi előadások voltak, és hát kísértem azokat a bátor embereket, meg segítettem nekik, és ez egy elég inspiráló volt végig. Az a helyzet, hogy neked ez evidencia. De azt gondolom, hogy a nézőknek és akik itt vannak, nem biztos. Mi az a Koma? Milyen történeteket raktak ki? Miről szól ez az egész? És még annyit mondjál meg, hogy neked mi a képzettséged? Mi a szakmád? Miből élsz? Magyar szakon végeztem, pedagógusként, hogy visszafele menjek. Rendező asszisztens voltam a Koma színházban. Ezek a közösségi színházi előadások, amiket említettem, ezek civil szereplők bizonyos témák köré összegyűltek. Ilyen köré most a magányról csináltak előadást, de volt rock, volt tanulás, vagy oktatás, volt család, ilyesmi témák köré gyűltek. És hát létrehoztunk egy-egy profi előadást ezek kapcsán mindenki magát játszotta el, ezért nagyon bátor dolog, hogy ott a segítségünkkel kirakták a történeteiket színpadra, és ez nagyon inspirált engem. Tehát, hogy nagyon, nagyon tiszteletre méltó volt az én szememben, hogy teljesen különböző emberek, teljesen különböző emberek bevállalták magukat, és megugrották magukat. És hát persze egy csomó mindenki inspirált, a közületek is, akik itt vagytok. Hát nyilván a Livi nagyon végig. Tessék, a Livi a feleségem, igen. Köszönöm, Banci. Akivel 10 éve együtt élünk, most már Bálinttal is együtt élünk 22 hónapja majdnem. Volt kettő új szereplője volt ennek a regénynek, ők a Csobai Marci és a Sajó Blanka, ők azt hiszem a legjobb barátaim, de most mindegy, hogy igen, a legjobb barátaim, és Réflöpön voltam, ez a család. Nyaralója, tök egyedül írtam a regényt, és akkor kész voltam 10 fejezettel, és akkor ők szembe voltak a másik parton a három kisfiúkkal, akik aludtak, és feljuttak, hogy ezt muszáj megírnom, és a hátlapon, hogy ez a könyv lehet az értelme a betegségben eltöltött éveimnek, talán ez a Csobai Marcitól származik, kicsit megcsavartam, de ő mondta, kicsit ilyen rá jellemző, nagyon nagy lendülettel és sikító hangon, hogy ez lehet az értelme. Tehát azért ez egy regény, amely regény arról szól, hogy valaki megbetegszik. És ez a betegség, ez valamennyire a te életedben van jelen. És akkor most jön az, hogy hát milyen betegség, hogy jelentkezett, mit szóltak, akik körülötted élnek, milyen volt Csillának ez, mit jelent, hogy van ez jelen a könyvben. Tehát először is milyen betegségről van szó, tehát most így. Ez paranoid schizofrénia, amivel én élek. 22 éves koromban diagnosztizálták. Van a könyvben róla szó, hogy hogyan.
Ez egy olyan betegség, ami ugye a hétköznapjaimat hát lehetetlenné tette tulajdonképpen. Tehát most tök hétköznapi életet élek. Hát, azt mondják, akik már olvasták, Csilla, te is azt mondtad, hogy sokat, ugye Csilla pszichológus és több pszichológus végzettségű ember mondta, hogy sokat tudtak eddig erről a betegségről, de most már tudják, hogy milyen érzés, hogy ezt elolvasták. Nem nagyon, tehát így, hogy... Tehát azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy nekem ez a betegség, amikor az alatt a 10 év alatt, ami alatt játszódik a regény vagy a történet, ellehetetlenítette azt, hogy élvezzem az életemet. Igen, szóval, hogy milyen volt ebben barátnak lenni. Nagyon hát váratlanul nehéz helyzetek elé állította a baráti társaságot, és leginkább nekem az emlékem az az, hogy egy ilyen nagy zavarodottság van bennem, és egy nagyon nagy vágy arra, hogy értsem, hogy mi zajlik. És hát ez, amire a Kristóf utalt, ez ilyen nagyon érdekes, hogy számomra ez egy nagyon fontos láncem volt, és pedig hát eltelt mennyi 20 év. pedig akkoriban kétségbe esetten kerestük az információt. És próbáltunk mindenfélét megtudni pszichológusoktól, pszichiáterektől, de nem arról, hogy miről szól ez a betegség, hanem hogy hogyan viszonyuljunk hozzá. Szóval számunkra ez volt a lényeges. Engem ez foglalkoztatott a legjobban, hogy hogyan tudnánk segíteni, hogy ne ártsak, hogy tényleg hogyan kapcsolódjak. Szóval ez volt az egyik élmény, még egy másikat azért hagyosszak meg, mert nekem az valahogy egy nagyon fontos élmény volt szintén, hogy nagyon sokáig, ahogy a Kristóf beszélt, amikről beszélt, valahogy én is azt éreztem, hogy így elveszítem a kapcsolatot a valósággal. És hogy tényleg ez is egy ilyen nagyon összezavaró dolog volt, hogy végül is nem tudom, lehet-e neki igaza abban, amit mondsz, vagy minden, nem tudom, akkor még ilyen pszichológiai tudás nélkül egyszerűen csak ezt a zavarodottságot értem át. Ez a zavarodottság, ez egy kicsit ilyen pszicho megfogalmazás, konkrétan. Mi történt? Mit láttál? Hát, ami nagyon érdekes volt, hogy Kristóf ugye egyre rövidebb dolgokat mondott, és egyre több mindent kellett így fejben kiegészíteni. És nagyon hosszú ideig azt gondoltam, hogy nekem kell okosabbnak lenni, hogy tudjam, hogy mire gondol. Tehát, hogy valahol bennem van valami hiányosság. Aztán, amikor pedig, hát igen, amiután visszajött Párizsból, ott már nagyon egyértelmű volt, hogy valami baj van, és az meg... Szóval aggodalom volt leginkább bennem, és mert valahogy nekem a leginkább az jött át, hogy nagyon fél, hogy nem beszél, hogy nem tudok kapcsolódni, és csak ezt a félelmet éreztem valahogy nagyon zsigerileg. És ezt kerestem, hogy ezt hogy lehet feloldani magamban is, meg... Kire jutottál? Hát, a leg... Számomra a legjelentősebb pillanat az egyetlen olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy akkor ez van, ennyit tudok, de ez oké nekem.
az volt, amikor hazafele jöttünk egy utazásról, és a Kristóf nem beszélt egyáltalán, és valahogy azt éreztem, hogy már egyáltalán nem itt van, holott ott ült mellettem, és akkor csak megérintettem, és hát én erre jutottam. Szóval nekem ez az érintés volt, csak az, hogy itt vagyok. Tudd, hogy itt vagyok, de abba vagy, amiben vagy. Akkor beleálltottam a fejemet az öletbe. Hát igen, ez a kapcsolódás volt oda-vissza. Lehetetlen, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon más. Az anyukám azt mondta, már bőven 30-es éveimben voltam, tehát már jól voltam. Megkérdeztem egyszer tőle, hogy milyen volt neki, és azt mondta neki, hogy az volt a legnehezebb, hogy bezárkóztam. Tehát így ilyen teljesen, ahogy a Csilla is mondja, egyre rövidebb mondatokat, aztán csak szavakat, aztán már hangokat, vagy már túlzás, de hogy bezárkóztam, és egy ilyen iszonyatos erős feszültséget, ami a félelemből fakadt, és generált tovább feszültséget, éreztem, meg tudtam, tehát kicsit műveltem is, igazság szerint. Tehát, hogy most utólag visszagondolva, nyilván amikor ebben benne voltam ebben az állapotban, és a könyvben erről sok szó esik, hogy nagyon akartam, hogy igazam legyen. Tehát, hogy nagyon ragaszkodtam az a fajta tévképzetekhez, meg állapothoz. És igazság, én arra jutottam, így a visszaemlékezésén, meg a gondolkodásom kapcsán, hogy hát attól féltem, hogy nem maradt, tehát így nem fogalmazódott meg a fejemben, de igazából mi maradt volna, hogyha nem azon pörgök, amin pörögtem. Tehát, hogy ezeken a tévképzeteken, hogy megfigyelnek, ezek a skizofréniának a legtipikusabb tüneteit is produkáltam, tehát tépképzeteim voltak, azt hittem, hogy megfigyelnek, gondolkodtam azon, hogy kik, és nem tudtam kiszállni ebből a körből, vagy mi ez, verkliből. De persze voltak jobb, meg rosszabb időszakok, tehát hogy ez nem úgy beállt a dolog, hogy bebetonozott. Igazából nem olyan régen volt egy újabb gödröm, mondjuk így. Nagyon érdekes az számomra, jót tett a könyvnek, tehát hogy hasznosítottam az ott megélteket. Most én úgy gondolkozom arról azokról a tévképzeteim, vagy úgy tartom a tévképzeteimet, hogy hát leraktam. Ez, amikor rosszul voltam, ez nem volt ilyen egyszerű, mint ahogy most mondom. Tehát a könyv az egy gyógyulásnak a története, mondhatjuk ezt? Mik a ennek a gyógyulásnak mik a sarokpontjai, amellett, hogy az nekem egyértelműnek látszik, hogy végig voltak veled. Tehát soha nem voltál egyedül, tehát megtehetted azt, hogy elmerültél a világodba, mert hogy ott voltak melletted, és nem tudom, hogy ezt lehet-e érezni ilyenkor, vagy nem lehet, de a támogatás, a közösség támogatása, és annak a megtartó erőnek, amit hangulatában itt lehet érezni most, hogy ennek nem az a kérdés, hogy tudatában voltál-e, vagy nem, de azért az egy tény, hogy veled voltak. De mégis meg kell kérdeznem pár dolgot, hogy a családok életében és a barátok életében az egy fantasztikus, egy nagyon-nagyon kemény dolog, amikor megkapod a diagnózist. Most, amikor kimondtad, hogy paranoid skizofrénia, ezt tényként közlöd, de közben
mivel én ebben a szférában dolgozom, ez egy óriási súly, trauma, döbbenet. Te mit szóltál akkor, amikor megkaptad ezt a diagnózist? Ez az első kérdésem, és akkor így szabadjára te mit szóltál, Csilla, te is mit szóltál? És utána a gyógyulásnak, mik a mérföldkövei? Mik a legfontosabb pontok? Először én úgy emlékszem, hogy ifjúkor is skizofrénia diagnózist kaptam. Ez nincs rajta egyetlen korlapon se, ami nálam van. Azokon paranoid skizofrénia volt, de én nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy az én diagnózisem az ifjúkori. Fel is voltam háborodva, amikor szembesültem azzal, hogy paranoid. Miért voltak háborodva? Azért, mert én nagyon támaszkodom a memóriámra. Tehát, hogy nagyon úgy gondolom magamról, hogy ha jó, amikor jó a memóriám, akkor jól működöm. Mármint amióta ezt a betegség mély repülésén túl vagyok, vagy túl lettem. Az, hogy a környezetem, tehát hogy szóval ugye, a környezet, tehát hogy itt nagyon egyedül van egy ilyen ember, olyan értelemben, tehát nagyon magamban voltam. Közben azért itt föl sejlett, hogy nem vagyok egy, tehát hogy itt vagytok ti, de az tulajdonképpen elhatalmasodott az agyamnak a, nem tudom én, ez a betegsége. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok én ebben a diagnózisban, tehát egy iszonyú kicsi százalékhoz tartozom én, aki ilyen életet élhet amilyet, vagy olyan életet élhet amilyet. Hát igen, én kimondták két szót, megtartottatok. Tehát hogy így megtartó szeretetben, ahogy Matyi anyukája írta, egy barátom, megtartó szeretet volt. Tehát ez tény, az érzés nem ez volt. Tehát mégis, amikor megkaptad a diagnózist, ehhez te mit szóltál? Örültél neki? Nem emlékszem. Oké. És te mit szóltál, Csilla? Hát egyrészt borzasztóan ijesztő volt, mert semmit nem tudtunk erről. Tehát én semmit nem tudtam erről. Úgyhogy a következő pillanatban nagyjából az volt, hogy minden információt megpróbáltam felhajtani, nem csak én, azért beszélek állandóan többes számban, mert akkor egy ilyen nagyon összetartó baráti társaságban mozogtunk együtt, és ezért úgy minden valahogy ezen a körön belül zajlott, és nagyon egymást támogattuk ebben, meg közösen szereztük ezeket az információkat, és ez hosszú távon is annyiban nagyon jó volt, hogy ahogy írja is a Kristóf a könyvben, most így fikció, úgy regény, de hogy a valóság része, vagy ahol engem például ez megérintett, hogy olyan nagyon őszintén le van írva ez, hogy hát és akkor a barátok elfáradtak, hol ezért, és akkor hátrébb lépnek, és ez tényleg így történt, hogy valaki éppen előrébb volt, valaki hátrébb, aztán jöttek új barátságok is be a képbe, és akkor így mindig volt valaki, aki tudott jelen lenni, de közben azért én például nem tudtam állandóan jelen lenni, szóval nekem amúgy is olyan a személyiségem, azt gondolom, hogy ilyen krízis helyzetekben hirtelen jobban ott voltam, és aztán utána pedig nagyon nem bizonyos helyzetekben. Szóval azért ezt nevezzük nevén, hogy ez egy krízis helyzet, amikor a diagnózis megszületik, és hogy megijedtetek. És amit mondasz, hogy egyik oldalról információra volt szükségetek, hogy mi ez a betegség, mi a lefolyása, mi történik, másodszor ugyanakkor pedig egy érzelmi támogatásra volt szükségetek, egymást megnyugtatandó
ha jól értem, hogy valami ilyesmi történik. Igen. És hogy hogy lehet ebben a helyzetben egymást segíteni? Mit kell csinálni? Hát egyszerűen csak Whitehall kibeszélni a dolgokat, szóval, hogy volt hol megosztani a félelmeinket, volt hol onnan megkapni az információkat így egymástól is, egyre többet és többet. Volt kinek átadni a stafétabotot, amikor ez vagy az. Nagyon sokféle, egyébként leginkább teljesen használhatatlan megoldásunk született arra, hogy hogyan is lehetne segíteni, és akkor milyen volt ez a... Hát úgy értem, hogy volt ez az időszak, amikor nagyon szerettük volna tudni, hogy mondjuk hogy tudunk mi is ilyen gyógyítóan fellépni ebben, és akkor kérdezgettük, hogy hogyan reagáljunk, kérdezgettük az orvosokat, hogy hogyan reagáljunk a Kristófnak ezeknek, amikor mondja, hogy ezeket a tévképzeteket, vagy olyankor, amikor, ami még ijesztőbb volt, vagy nekem például az nagyon nehéz volt, hogy ugye ő látott jeleket, amiket mondjuk én adtam. Ugye azzal, hogy azt lehet is látni, hogy én ilyen mozgásviharos vagyok, eléggé így feszegetem a kezeimet, meg nem tudom, ide-oda, és akkor ez neki mind jelentett valamit, de én nem tudtam, hogy mit üzenek éppen ezzel, és az nagyon nehéz volt, hogy akkor most ezzel mit csináljuk, és akkor mindenki egy kicsit máshogy reagált erre. És ez is nagyon megnyugtató volt, hogy jó, hát lehet, hogy nekem van egy szar megoldásom, de hát a másiké, az majd valamire jó lesz. És én, nekem ez is volt az élményem, hogy hát igen, valamikor valaki éppen egy jobbat reagált, vagy rosszabbat reagált, valahogy a könyvből is azt érzem, hogy valami úgy éppen betalált, és valami meg totálisan nem talált be, de hogy mégse volt az, hogy egyedül voltunk ezzel. Krista, azt gondolom, hogy minden krízis helyzetben, minden nehéz helyzetben az embernek van egy egészséges én része. A te egészséges én részed mit szólt ehhez, amit most Csilla mondott, a jelekhez, a jelek vételéhez? Mert hogy oké, hogy van egy rész, tehát van a betegség, aminek megadod magad. Hogy ott vannak, és hogy itt ez nem szabadon választott, azt gondolom, hogy nagyon sokan ezt nem, azt gondolják, hogy ó, hát szedje össze magát, és hogy hát nem látod, hogy ez nem igaz? Tehát gondolom, hogy ezt mondják nagyon sokan. És hogy van egy, azt gondolom, hogy van egy egészséges én részed, és van egy beteg én részed, akik ijaskodtak is talán ebben a helyzetben. Nem tudom, hogy történt. Szerintem mindenki ijaskodik magával. Tehát, hogy nekem ilyen a történetem, az élettörténetem egy szakasza, ez tulajdonképpen mindegy. Uh-huh. Tehát, hogy szóval én is bizonygatni akartam, hogy teljesen normális vagyok, mint ahogy sokan bizonygatni akarjuk, még most is akarom bizonygatni, kompenzáltam, mint ahogy sokan kompenzálunk. Mit tudom én. Az, hogy a kór, ami az én, amire gyógyszert szedek még mindig, az benne van mondjuk a testemben, mondjuk így. Szerintem az mindegy kéne, hogy legyen. Tehát, hogy nekem figyelnem kell magamra, nem tudtam odafigyelni magamra, mondjuk 10 évig, vagy erre, igazából, mert azt akartam, hogy nekem legyen igazán, azt akartam, hogy bebizonyítsam, hogy csak én vagyok normális, a világ bolondult meg. És szerintem ezzel... A kérdésem az, hogy az egészséges én részed mit szólt ehhez, amit Csilla mond? Hát ugye mondtam, hogy hullámzó volt, tehát ugye ez nem egy bebetonozott állapot volt. Nagyon szerettem volna veletek lenni akkor is. Ha szerettem volna, az nem azt jelenti, hogy nem történt meg, hanem hogy szerettem volna úgy veletek lenni, mint még fiatalabb korunkban. Tehát szerettem volna a bulikban részt venni, teljes
odaadással szerettem volna kapcsolatokat ápolni, teljes odaadás az, amikor jobban voltam. Nyilván akkor is, amikor nem, ez sikerült is. Nyilván ennek volt egy ilyen, hát sokszor önrombolásba ment át. Tehát, hogy elkezdtem alkoholizálni, amit mondjuk ti nem szerettetek annyira, akkor is értettem, hogy miért, de igazából nem láttam be. Örülök annak, hogy egy picit azért ennek a feszültségét és rettenetét így vissza tudjuk adni az itt levőknek. És akkor mik a mérföldkövei a gyógyulásodnak? Hát ami biztos, hogy ti elhittétek, hogy meg fogok gyógyulni. Ez biztos, tehát, hogy ez egy mérföldkő, ez egy állandó. Nem tudom, mi az, hogy meggyógyulni. Mondjuk az, hogy funkcionálok, az van. Nekem... Adót fizetsz. Igen. Például. Fizeted a TB-t. Segítettél, igen, eljutottam olyan szakemberekhez is, akik tudtak segíteni, volt, akik nem tudtak, ez nem csak azért nem történt meg sokakkal, vagy többekkel, mert ők rossz vagy jó szakemberek, hanem mert nem épült ki, vagy nem tudott kiépülni köztünk olyan kapcsolat, ami egy támogató és megtartom, mondjuk így. Tehát lehet mondani, hogy megtalálni a megfelelő szakembert, akár megfelelő pszichiátert, megfelelő pszichológust, ez mérföldkő. Abszolút. Honnan tudod, hogy ki a jó? Nem tudom, honnan tudtam. Akiben bízom. Kiben bízol? Hát volt egy... pszichiáterbe kibevézem, vagy általában kérdezem? A szakembereket kérdezem. Szakember, hát például én személyesen azokban, akik beszélgetnek, vagy érdeklem őket, meg nem csípőből virogatnak ilyen-olyan gyógyszereket, akikkel emberi párbeszéd van az üléseinken. Nekem az a attól lett mérföldkő, mondjuk a Boldog Gyula doktor, akihez 14 évig jártam, és most van egy pszichiáter, akihez járok, doktor Németh Orsolya, ő abszolút ilyen. De volt pszichológus is, akihez jártam, ő is benne is van a regényben, egy kifordított változat, vagy tehát kifordított alakja. Ő nagyon sokat segített. Igazából ez rajtam is múlott. Nagyon-nagyon nagy mértékben, mert tehát, hogy én egy elég okos ember vagyok ahhoz, hogy átverjem a... Ezt nem én találtam ki magamtól, ezt a mondjuk. Miért jó átverni? Hát kényelmes, azt hiszem. Tehát amit mondtam, nem tudom, hogy 20 perce, hogy hát... Nem kellett szembesülnem azzal, hogy esetleg nincs igazam, vagy hogy nincs igazam abban a világban, amit én felépítettem. Honnan látta Csilla azt, hogy elindult a gyógyulás? Vagy honnan láttátok, hogy a dolgok javulnak? Az első dolog, amire emlékszem, ami még ott még tényleg csak elindul, de mégis az nekem valahogy olyan nagyon fontos, amikor ültünk egy, mit tudom én, valahol, és mindig ültünk valahol, és akkor a Kristóf így elővette valamelyik gyógyszerét, és az elkezdett így gurulni, elgurult a gyógyszerem. Tehát, hogy megjelent a humor. Lehetett viccelni, megjelent egy rálátás is ebben. Uh-huh. Szóval, hogy az, hogy ez
ez van, és ezzel lehet nevetni, és ez már nem csak ez van, minden ezzel van elárasztva, hanem van az is, hogy rá lehet nézni arra, hogy hát igen, elgurult a gyógyszer, nem szedek gyógyszert valamire. Szóval az nekem egy nagy váltás volt. Igen, de amikor azt mondtad, hogy nem biztos, hogy ezt a szót használtad, hogy elkoptatok, vagy eltünedeztetek, mert rájöttetek, hogy nem tudtok mit csinálni. Hogy sikerült visszajönni? Mi történt? Ki nyitott például? Hát a Kristóf is nyitott, szóval abszolút. Szóval ebben azt gondolom, hogy tényleg így ő is, meg én is, mi is benne voltunk, hogy amikor egyébként mi fáradtunk el jobban, akkor volt egy olyan időszak, amikor ő meg nagyon nyitott volt. És akkor nagyon sokat keresett minket. És simán fogadtátok? Nem voltatok dühösek? Nem voltak olyan dolgok, amiket, mit tudom én, megbántott volna, és azt mondtátok, hogy azért mégsem. Vagy nem volt bennetek viszolygás, hogy basszus, egy skizofrén ember jön, és mit akar? Mert hát sajnos ez a társadalomban jelen van. Igen. Ha az őszintét mondom, fáradtság volt. Bennem fáradtság volt időnként. Szóval az, hogy nagyon sokszor Kristóf ugye egy időben nagyon ráért, mert nem volt éppen munkája, és mi meg szerintem pont akkor voltunk egy olyan időszakban, amikor nem annyira értünk rá, meg kezdtünk munkába állni, meg nem tudom, tehát, és volt egy nagy igénye arra, hogy találkozzunk időnként, és ezeken a találkozásokon nagyon gyakran volt, hogy kevés információ hangzott el, vagy főleg azért, mert hogy ő nem sok mindenről mesélt, és akkor ebből volt egy ilyen fáradtság. Szóval ez volt egy ilyen élmény, hogy tényleg leginkább ez a fáradtság. Én dühöt nem éreztem, vagy viszolygást nem éreztem, hanem néha azt éreztem, hogy nincs kedvem most találkozni. Senkivel nem találkoztam olyannal, én se idegennel, se pláne nem szerettem vele, aki milyen szót használtál viszolyban. Nem, tehát utcán sehol. Tehát ugye az is sztereotípia szerintem most, vagy ha azért, hogy viszonyoknak az emberek ami pont olyan káros, mintha valakinek nincs eszköz arra, hogy reagáljon egy furcsa jelenségre. Számára furcsa. Honnan tudtad azt, hogy most már minden oké? Tudja valaki, hogy minden oké? Azért gondolom azt, hogy te tudod, mert hogy azt mondod, hogy 10 év. A 10 év az elkezdődik valahol, és végződik valahol. És azt mondod, hogy ez a 10 év, ez milyen is volt? Regényedben sokszor mondod, hogy ez a 10 év milyen. Ez jobb lenne, hogy inkább te mondanád el. Hát most az jutott eszembe, hogy honnan nézem ezt a 10 évet. Tehát, hogy az első évben nem láttam a következő 9-et, sőt, még az első évben az előzőt sem láttam. Az, hogy milyen volt? Hát, én benne voltam. Tehát, hogy tehát, hogy leírtam szerintem elég jól, amit mondtam, hogy nekem ez milyen élmény volt. Nem tudok ilyen most így hételen ilyen nagyon válaszolni erre a kérdésre. Azt úgy nagyon párhuzamba állítanám, hogyha megkérdeznék bárkit, bárhol, milyen volt az a 10 éve, hát nagyon pontatlanul és nehezen tudna válaszolni rá.
te használod ezt. Mit? A könyvben 10 évet. Persze, csak ez ettől még, tehát hogy így nem tudom, én pár mondatban nem tudom összefoglalni. Szóval az a kérdés, hogy honnan tudod, hogy mikor múlt el a 10 év? Hogy lezárul. Ja, igen, van egy ilyen fejezet. Van egy ilyen fejezetben, de ez az apukám halála után történt. Aki érintett, köszönöm, és rájöttem. Az apukám halála után történt, én akkor elutaztam a tőle örökölt házunkhoz, és egyedül voltam, lenyírtam a füvet, és leültem, és arra gondoltam, hogy nem muszáj követnem az ő sorsát, mert hogy ő is hasonló betegségben szenvedett, mint én. Akkor hoztam egy döntést, ami a következő mondjuk 10 évben, de azt akkor nem láttam, hogy milyen lesz a következő 10 évben. Hát azért a mondat az az, hogy mintákat lehet utánozni, vagy átvenni, de sorsokat nem muszáj. Igen, pontosan úgy, hogy úgy is utánozunk mintákat, sorsokat nem vagyunk kötelesek. Szerintem ez mindenkire, tehát hogy mindenki életében egy tudás lehet. Csilla, mi volt megrendítő? Hát amikor én először olvastam hát egy verzióját ennek a könyvnek, akkor egyrészt éreztem, hogy szóval rég nem gondoltam arra az időszakra ilyen intenzíven, és annak, és azért ez egy trauma volt. Szóval és ezt a traumát, ezt ott ez megérintett. Szóval újra átéltem belőle valamit, ahogyan olvastam. És ugyanakkor meg nagyon sok megértést is. Szóval például valahogy... mit értettél meg? Hát azt, hogy mi zajlott akkor, amikor nem beszélt a Kristóf, hogy akkor igazából mi zajlott a fejében. És néhány dolog, mint például ez, hogy ahogy itt is le van írva, hogy volt benne sok félelem, az meg olyan volt, hogy igen, ezt láttam, de jó érzés volt látni, hogy igen, ez az volt. Szóval ez ennek a megértése az. Meg ez a nagyon őszinte bátorság, amivel szóval most is itt érzem, hogy olyan dolgokat mondunk ki, ami hát durva, nem szoktunk ilyen nyíltan beszélni feltétlenül, és én azért igyekszem most így ennél maradni, mert nekem ez egy nagyon jó példa volt ebben a könyvben, ahogy a Kristóf igyekezett ennél az őszinteségnél maradni. De azt szeretném mondani, hogy nem volt abban az állapotban Kristóf, amikor bezárkózott, hogy azt elmondja, hogy mind gondolkodik. Tudom. És ugyanakkor, és akkor most van egy kérdés, amit Horjolt Károly feltesz Horjolt Károlynak, hogy miért is jelentetted meg ezt a könyvet? Mert hogy ez a rálátás, ez egészen fantasztikus. És az, hogy ezt a rálátást és megértést, ezt te meg tudod fogalmazni, ez példaértékű. És azt gondolom, hogy mind a hozzátartozóknak, mind az érintett klienseknek, pácienseknek, betegeknek, ezt elolvassák, ez nagyon sokat jelenthet. Ezért jelentettem meg ezt a könyvet. És hogy... ez a rálátás, tehát nekem ez volt az első kérdésem Kristófhoz, amikor találkoztunk, hogy mit tette lehetővé ezt a rálátást? Mit tette lehetővé, hogy azt mondod, hogy elmúlt a 10 év, eddig tartott? Regény tette lehetővé, hogy azt mondjam, hogy 10 év elmúlt, de hogy a kerete, de hogy meg hogy úgy döntöttem, hogy arról írok. Az, hogy rálátok-e? Hát,
Még egyszer, tehát, ez... Tehát le tudod írni, hogy mire gondoltál, mi zajlott benned, ez a rálátás. Ja, ilyen értelemben emlékszem. És ahogy rálátsz, most távol is kerültél ettől. Persze. Attól az állapottól távol kerültem, de emlékszem rá. Tehát, mondjuk a... Nem tudom, kórtól távol vagyok. Igen, erre gondoltam. Egyébként meg azt hiszem, hogy tehát ezt is mondjátok, akik olvassátok, hogy azok mellett természetesen, akiket felsoroltál, hogy hozzátartozók érintettek bármilyen módon. Igazából nekem az a legnagyobb élmény, hogy ez egy egzotikus történet, via a csávó, és akkor magával találkozik az olvasó néha. A hülye csávóból adófizető állampolgár lett. A hülye. És hogy nagyon sokszor félsz attól, hogy a különlegességedet elveszíted, írod ezt a könyvben. Ja, igen. Vagyis, hogy mindennapi válsz, vagy hétköznapi. Azt a szót találtam. A hétköznapi. Nem biztos, hogy a legpontosabb szó, de én úgy döntöttem, hogy ezt a szót használom, a hétköznapi életet élek. Igen. És hogy ez milyen jó? Igen. Lassacskán telik az időnk, és hát még én azt szeretném mondani, hogy vannak a könyv rövid ugyan, de nagyon tömény. És hogy vannak benne, amellett, hogy ez a rálátásról kapunk egy érzést, és kapunk egyfajta információt, amit én nagyon hasznosnak tartok, ami rálátást, megértésnek is hívunk, a könyvben meglévő szereplők nagyon plasztikusan megjelennek, emberiek lesznek, és hogy a pszichiátria és a pszichoterápia világába betekintést nyújtunk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogy kialakul a bizalom, az egyik oldalról technika, a másik oldalról pedig egyfajta varázslat. És hogy vissza tudod adni a könyvben ezt a fajta varázslatot, amiért tenni lehet, és ami kialakul. Tehát ezt is egy nagyon fontosnak tartom. De az utolsó kérdés az, hogy miért is jó elolvasni érdeklődőknek ezt a könyvet? Hát sok minden miatt, szóval egyrészt szerintem ez egy érdekes történet. Én most, mikor másodszorra olvastam, azt éreztem, hogy eljön egy pont, ahonnan ilyen kíváncsi olvasó leszek, és várom, hogy mi fog még történni. Ebből is látszik, hogy nem pontosan az van megírva, ami történt. Tehát ami az én szemszögemből történt, mondjuk, vagy amit én tudok arról, ami történt. És nekem, szóval valahogy így irodalmilag is volt egy élvezet benne, mert hát ezt mondtam a Kristófnak, hogy valahogy ez, ahogyan a szövegben is érzem, hogy úgy benne van ugyanez a szétesés és aztán összerakódás, és ez a lendület is közben ez, hogy egyre jobban érdekel, hogy mi fog történni itt még. Szóval ez az egyik része. A másik meg... Szóval nehéz elvonatkoztatnom ettől, hogy ez számomra egy olyan megismerés, ami egy nekem érdekes történet megismerése. Nem csak azért érdekes történet, mert a Kristóffal történt, azért szuper érdekes történet a számomra. De azért is érdekes, mert hogyha most csak ezt a tényleg nem is csak a szakember részem, hanem az ember részével nézem, akkor,
akkor érdekel, hogy mit történik valakiben, aki ezt átélte, ja. És így le tudja írni. És Csilla, te nem teljesen függetlenül lettél pszichológus Kristóf történetétől, ha jól tudom. Biztos, hogy ez belejátszott, mert szóval amikor az első évfolyamon voltam, és volt egy rögtön a legelején egy kérdés, hogy írnunk kellett egy dolgozatot arról, hogy mit tudunk a pszichológiáról. Én másokkal ellentétben semmit nem tudtam a pszichológiáról, kérdezték, mit olvastunk. Na, én csak a skizofréniával kapcsolatos könyveket olvastam. Mert ez volt a legmeghatározóbb dolog. Ezzel együtt persze egy csomó minden más belejátszott abba, hogy én pszichológus lettem, de hogy erről ez volt az első tapasztalatom arról, hogy valamit ezzel a szemmel is akarok megoldani. És akarok erre valamilyen kompetenciát. Hogy kik olvassák el? Szerintem akinek van démonja, az nyugodtan kezdjen bele, aztán meglátja, hogy jut-e valamire maga kapcsán. Oké, ez bőven elég. Azt szeretném kérni, hogy még a köszönetnyilvánítás, hogy ki mindenki vett részt a könyvben, úgyhogy neveket, hogyha mondanál. Lássanyi szerkesztette regényi, Széke Júli és a Boltár Ancika korrektúrázta. És hát nagyon sok én megírtam. Sokan járultak hozzá. Már mondtam három nevet, Livia Tiet, a Blankáit és a Marcét, azt hiszem ők a, illetve hát persze a színházban szereplő emberek. Igazából tulajdonképpen mindenki és senki. És az Ella. Igen, igen, köszönöm szépen. Ella Károly felesége, és ő is nagyon sokat segített. Van egy kérdés, mert hogy én azt gondoltam, hogy így a végére jutottunk, de ha van valakinek hozzáfűzni valója kérdés, akkor az a kérdésem, hogy jöjjön ki és a mikrofonba mondja el. Ha nincs, akkor köszönjük szépen. Én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, hogy emekül éreztem magam. Nem tudom, hogy talán önök is. Köszönjük. Köszönjük szépen.